Kedves vendégek, szeretettel köszöntöm Önöket itt Kiskunmajsán a béketéren. Jubileumi ajándékként Bácsönboltból egy fácskát kaptunk, és ezt fogjuk most itt elültetni. Ja, 20 Jahre Partnerschaft Kiskunmajsán Bácsönboltból. Karel Kisch, der das mit begründet hat, den haben wir gestern Abend ja auch schon wieder mal sehen dürfen. Europa, lieber von Emberekből wollen, hat személyekből, polgárból, amik mi vagyunk, és ennek a jellemére szeretnék egy fát itt elültetni. Reméljük, hogy épp úgy fog virágozni, megüdülni, mint a mi barátságunk, és ennek a jegyében szeretné ezt a szép fát, megnéztem az interneten, a neve Borostyánfa, elültetni itt Kiskunmajsán ezen a szép téren. Kedves polgármester kollégák, kedves delegációvezetők, örülök, hogy itt vannak, itt vagytok Kiskunmajsán, és annak szívből örülök, hogy ma, most itt reggel egy jubileum kapcsán lehetünk itt, egy olyan évforduló kapcsán, amely 20, illetve 21 éve született Kiskunmajsa és Bácsönbort között. Szeretném én is azt kívánni mindannyiunknak, hogy mint a fa gyökere egyre inkább erősödik és mélyül, így erősödjön és mélyüljön a mi testvértelepülési kapcsolatunk, szimbolizálva a fa növekedését.